Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Teljes a káosz a keleti pályaudvaron, miután kisiklott egy vonat az állomás előtt közvetlenül. Lehet tudni pontosan, hogy mi okozta a balesetet? Hogy pontosan mi okozta a balesetet, azt majd a közlekedés biztonságot, a közlekedés biztonsági szervezet fogja megállapítani hatósági eljárás keretében. Nem biztos, hogy érdemes tippelgetni, hogy váltóhiba volt, vagy járműhiba, vagy aláváltottak a vonatnak. Ez utóbbi azért valószínű, elő szokott fordulni a magyarnál sokkal fejlettebbnek számító vasútársaságok esetén. Csak idén is volt Csehországban, Ausztriában, Németországban is komoly baleset, de most ez nem ment föl senkit semmi alól. A lényeg az, hogy a vasút az egy olyan üzem, hogyha nem költünk meget a karbantartásra, akkor előbb-utóbb meg fognak szaporodni a műszaki hibák, és csak a jó Isten a megmondhatója, hogy ilyenkor miért nem történik tragédia, mert egy idő után akár már történhet is. Mekkora problémát okozott egyébként ez a helyzet így a vonat közlekedésben? Hogy lehet megoldani most az utazásokat, mert ugye még mindig nem járhatóak a sínpályák ott a keleti pályaudvarnál? Igen, ilyenkor lebontják a felső vezetéket, jön a daru, és próbálják visszaemelni a kocsikat, és így az egész pályaudvar el van vágva a forgalomtól, tehát a három budapesti szélpályaudvar közül az egyik kiesett. Ráadásul pont a nemzetközi forgalmat bonyolító, így hát a előtte levő környező pályaudvarokról indulnak a vonatok. Volt már ilyen, tehát a MÁV fel van készülve arra, hogy ilyen esetek előfordulnak, ilyenkor Köványa Kispestről, a nyugatiból, a déliből, Kelenföldről, mindenhonnan máshonnan indulnak a vonatok. Alaposan utána kell néznie annak, aki utazik, hogy most akkor az ő vonattal honnan fog indulni. Említette, hogy milyen munkálatokkal jár így a baleset helyszínét rendbe tenni. Mennyi időbe telhet ez egyébként, míg újraindulhatnak a vonatok a keletiből? Ugye nemrég volt egy problémás eset a csíntörés Székesfehérvár után, és ezért a Dél-Balatonon állt le a forgalom. Pont a hétvégére, akkor is azt mondták elsőre, hogy hát itt éjszakába fog nyúlni az elhárítás, de gyorsan összerakták valahogy a pályát ideiglenesen, és akkor mindössze 4,5 óra alatt el tudták hárítani hibát ideiglenesen, annyira, hogy a vonatok egyáltalán tudjanak közlekedni. Aztán majd egyszer rendesen meg kell csinálni. Itt is valami hasonló várható, hogyha el tudták távolítani a sérült járműveket a pályáról, akkor mivel 5 bejövő vágánya van a keleti pályaudvarnak, és abból 2 nem érintett, ezért nyilván arra fognak törekedni, hogy amilyen gyorsan csak lehet visszaadjanak néhány vágányt a forgalomnak, és legalább a vonatok egy része tudjon közlekedni. Szurkoljunk a vasutas kollégáknak, hogy minél hamarabb meg tudják ezt oldani, de azért itt kapkodni nem lehet. Hogy látja egyébként ez a baleset betudható annak, hogy hazánkban azért elég idős vonatok járnak? Nem biztos, hogy az a jármű oldalról volt ez a probléma. Lehetett ez egy váltóhiba, meg lehetett aláváltás is. Az egy olyan fogalom, amikor akkor állítják át a váltót, amikor a vonat még rajta megy át, és nem utána. Ilyen hibák néha előfordulnak, igen. Egyáltalán nem biztos, hogy a járműnek volt a hibája, de természetesen semmit nem lehet kizárni. Ilyen baleset viszonylag új járművekkel is elő tud fordulni. Láttunk már egészen új járművekkel is ilyet. Láttunk fele ilyen korú járművekkel is siklást, például egy Desiro motorvonat is lejött a pályáról. Hát igen, a vasút az egy ilyen üzem, hogy miután nem a földön, hanem egy sínen gurul, hogyha lejönnek a vagonok a sínről, akkor ott nagy pusztítást tudnak végrehajtani a pályában. De nem biztos, hogy a jármű volt a hibás. Azért vannak a kollégák a közlekedés biztonsági szervezetnél, hogy ezt megállapítsák. Ez nagy balesetnek számít, tehát itt komoly hatósági vizsgálat lesz. Korábban említette itt a síntörést Székesfehérvár után. A vasúti pályáknál is vannak egyébként hiányosságok? Az adott síntöréses ügy az egy nagyon érdekes sztori volt. Ott már oda voltak készítve a javítási anyagok, készültek a kb. 100 méteres szakaszon, hogy kijavítják a pályát, ez ismert pályahiba volt, de aznapra, vagy aznap éjszakára, amikor a vágányzár be volt ütemezve, hogy ott kicserélik a sineket, akkor pont jött egy vihar, és nem tudták megcsinálni, és hát nem igényeltek azonnali rendkívüli vágányzárat, a pálya pedig tudta a fizikát, és nem bírta ki odáig, még a következő vágányzári időpont az megérkezik. Ugye ezeket mindig úgy kell igényelni, hogy ha le akarjuk zárni a pályát, akkor
hetekre előre be kell ezt jelenteni, hogy tud mindenki tervezni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a személyvonatok közlekednek, hanem tehervonatok is közlekednek, éjszaka is, és ezeket a menetvonalakat befoglalják a vasútársaságok, ugyanúgy, mint a légiforgalomban is, és ezeket a társaságokat akkor értesíteni kell előre, hogy nem fog tudni majd akkor közlekedni, vagy át kell ütemezni a járatát, ezért azonnalra nem lehet ilyen vágányzárakat elrendelni, így sem történt ez meg, és hát nem bírta ki odáig a pálya. Hiába készültek rá, hogy igen, itt probléma van, és itt ezt majd ki kell javítani. Ez egy sajnálatos ügy volt, gyakorlatilag egész hétvégére hazavágta a közlekedést, de hát a helyzet az az, hogy ha nem költünk eleget a rendszer karbantartására, akkor egyre több ilyen hiba fog előjönni, és egy síntörés a vasúton az mondjuk egy apró hiba. De ha sűrűn előfordul, akkor ugye megbénítja a rendszert, ugye elég gyakran járnak a vonatok ezeken a vonalakon, nyilván azok a pályák amortizálódnak le a leghamarabb, ahol a legtöbb vonat jár. Úgyhogy sűrűbben kellene karbantartani, sűrűbben kellene a síneket cserélni. Hát ez az, amiben a legnagyobb elmaradás van egyébként a tőlünk nyugatabbra jobb helyzetben lévő vasutakhoz képest. Folyamatosan karbantartanak, itt pedig csak akkor, amikor már megtörtént a baj. Akkor igazából karbantartásra lenne szükség, vagy valamilyen fejlesztés is szükséges lenne? Nyilván ezeket arányosan kell alkalmazni. A karbantartás az alap. Az, hogy minden második magyar vasútvonal tele van úgynevezett lasszerekkel, az pontosan azt mutatja, hogy a szükséges karbantartást sem kapják meg ezek a vonalak. Most hiába csinálunk nagy felújításokat, ugye azok általában uniós pénzből mentek, ha utána a karbantartást az adott vonal nem kapja meg, akkor ugyanúgy a pályamester nem fog tudni más csinálni, mint csökkenti a sebességet, és ma már ott tartunk, hogy uniós pénzből felújított koridorszintű vasútvonalakon is lassú jelek vannak, mert bizony ezeket a pályákat is karban kell tartani, az úgy nem működik, hogy most megcsináljuk, és aztán 20 évig semmi. Mert sajnos ez a gyakorlat. Annyit nem bír ki a dolog, akkor működik rendesen valami, hogyha folyamatosan karban van tartva, és hát ez bármire igaz, a kiskertünktől a fogainkig. Sajnos ez van, nagyon komoly forráskivonás történt a közlekedési rendszerből, illetve hát a közút felé ment el a dolog. Nyugat-Európában és az Európai Unióban a vasút felé tolják el a forrásokat, és egyre inkább oda próbálják terelni a forgalmat. Nálunk egy 30-40 éves gondolkodás van még mindig, és a közút, minden a közút. Pedig sok embert, meg nagy mennyiségű árut nem lehet közúton elvinni. A vasútnak megvan a maga szerepe az ország gazdaságában, és hogyha az kiesik, akkor az bizony nagyon komoly érvágás.